Borunkai Péter többszörös világ és Európa bajnok paratriatonista, a riói paralimpiai játékok 9. helyezettje továbbra is komoly terveket szöveget, hiszen elérhetőnek tartja azt is, hogy 2020-ban Tokióban is ott legyen. Ebben az évben is több versenyre készül, itt továbbra is aktívan telnek a mindennapjai, ebbe avatta be a Kesport TV stábját. Kell, hogy örömöt találja a szenvedésben, ezt olvastam a honlapodon először, amikor ö, rámentem. Mennyire határozza ez meg most még a mindennapidet, és mennyire fontos számodra, hogy ezt átad másoknak is? Hát olimpia után annyira nem fontos, nyilván most egy kicsit visszább a tempóból, de hát uh, nyilván az élsport a szenvedéssel jár, és hát ahhoz, hogy ezt túléljük, ahhoz meg kell találni benne az örömet. Uh, és ezt próbálom átadni másoknak is. Ha jól tudom, legközelebb iskolásoknak próbálod majd meg ezt. Így van, jövő héten, uh, ha minden jól megy, akkor a refiben tartok másodikos, gyerekeknek egy tornaórát. Ők még nem tudnak róla, én ilyen meglepet is vendég leszek. Egyébként volt, volt már erre példa. Legutóbb Kadafalvára hívtak egy, egy ilyen zsámborira. De egyébként igen, szoktam járni iskolákba, ilyen kicsit ilyen érzékenyítő, motivációs, beszámolós előadásokat tartani, Bölcsőtől Rióig címmel, és hát nyilván a korosztálynak megfelelően próbálom összeállítani a PPT anyagot is ehhez. 35 évesen mennyire nehéz megtalálni az örömet? Szerencsés helyzetben vagyok, hiszen most minden adott ahhoz, hogy, hogy a lehető legjobb körülmények között tudja készülni az elkövetkezendő versenyekre. Négy évvel, az azért, azért, négy évvel ezelőtt nem volt ez így. Messze nagyobb hátrányból indultam a, a Rioi kvalifikációra. Úgyhogy ha már itt tartunk, igen, hát nyilván a távlati cél az, hogy, hogy megpróbálkozok, illetve felpróbálok készülni a, a, a Tokiói paralimpiára. Nyilván ez a távlati cél. Egyelőre most ezt az évet terveztem, aztán majd meglátjuk, hogy hogy sikerül de az a kvalifikáció szempontjából utolsó egy-másfél év az, ami számít, úgyhogy hál' Istennek van időnk játszani a szó szerint játszani a versenyek, hogy hol és mikor érdemes elindulni. Hogy néz ez most ki, mik a terveid erre az évre? Jelen állás szerint pontosan 5 hét múlva fogok utazni Japánba, Yokohamába, egy világkupára. Ezen a helyszínen már háromszor versenyeztem, ismerem a pályát, egy nagyon klassz ö, ö, technikás ö, pályáról beszélünk. Tudtommal egyébként itt lesz talán a, a, a Tokiói paralimpiának a futama, ö, és, és ö, bízom benne, hogy sikerül a mezőny elején végezni. Nyilván azért messze más most a a felkészülés, mint mondjuk tavaly ilyenkor volt, hiszen tavaly azért a Paralimpia miatt sokkal jobb formában kellett már ilyenkor legyek. Most egy kicsit hosszabbra sikeredett a tél, nem is volt annyi edzőtábor, de azt gondolom, hogy a körülményekhez képest abszolút jó formában vagyok, hiszen most az elmúlt egy-két héten voltak felmérők, és magam is meglepődtem azon, hogy második időt tudtam úszni a. a, a a personal besthez képest, úgyhogy a futáson is azt gondolom, hogy vissza tudtam jönni. Nyilván most még egy-két kiló plusz van rajtam, majd, majd idővel az is lemegy, de most már nem kell stresszelnem rajta, hogy most hú, hát úristen, hát mi lesz, hát most akkor most nem úgy mennek az edzések, vagy akármi, és tényleg most minden lehetőség megvan arra, hogy normális lelkiállapotba, normális fizikai felkészüléssel ö, tudja készülgetni. A Japán lesz az első, júniusban lesz egy ö, középtávú Európa bajnokság Dániában, aztán a sprinttávú Európa bajnokság Ausztriában, júliusban terepteriatlon Európa bajnokság Marosvásárhely, augusztusban terepteriatlon világbajnokság ö, Kanadában, azt még nem tudom, azt majd meglátom, hogy ö, meg lesz -e rá a lehetőség, hogy kimenjek, illetve szeptemberben lesz a Grand Final, tehát az úgynevezett világban, aki döntő, sprintávon, ez pedig Rotterdamban, majd ö, auguszt, vagy, ö, szeptember végén, a, október elején ö, vagy Alanya, egy világkupa, Törökország, vagy pedig Florida, Amerika, egy, egy, egy világkupa. Remélem, hogy a kettő közül valamelyikre el tudok menni. És a VB utáni, ez a két verseny, ez már a jövő évi pont, pont gyűjtésbe fog beleszámítani. Gyakorlatilag ugye már mindent megnyertél, amit lehetséges, rengeteg egyéni elismeréssel rendelkezel. Mondhatjuk azt, hogy a következő olimpia nagyban meghatározza még a motivációdat a következő évekre? Azt gondolom, hogy igen. De négy évvel ezelőtt azt mondtam, hogy nekem ott kell lenni Rióba, ha fene fené teszik nekem, akkor is ott kell lenni, és ott voltam. Sőt, én ezt már 7 decemberben ez 7 éve, hogy megfogadtam, ugyanis 2010-ben, amikor itthon Budapesten nyertem világmányosságot, abban az évben döntötték el, ö, hogy, ö, hogy, lesz paralimpián triatlon még az Rióban. 2010. decemberiben, és hát, tulajdonképpen akkor meg volt a cél. Most nem tudom ugyanakkor elállnod ellen, azt mondani, hogy persze, hogy ott Tokióban, de a távlazi tervekben benne van, tehát nem engedtem el. Most még azt gondolom, hogy kicsit még a, a Rio utáni vízben ne de a távlazi tervben benne van az, hogy hogy Tokió. Nyilván ezt az évek során látom majd, hogy éppen aktuálisan hol a világ évonalához képest. Reálisan látjuk-e, hogy, hogy, hogy alakul a kvalifikáció. Jelenleg újra kategorizálás van, lehet, hogy bővítik is majd a, a Tokiói Paralimpiára a létszámot, úgyhogy ez is nagyon sok minden nem múlik még, hogy, hogy, hogy ott tudok-e lenni. Rajtam most nem múlik, tehát azt gondolom, hogy tényleg nagyon ö, ö, klaffol minden a Bácsvíz KVSC úszóival tudok készülni, Bálint az edzőm, az úszóedző, már évek óta együtt dolgozunk, és a Karc atlétáival, atlétáival, német gyulabá vezetésével zajlik a futóedzés, és hát a, a Kecskeméti elsősor bringásaival meg tudom oldani a kerékpározást is. Ugye az volt itt a fő probléma, hogy mondjuk négy évvel ezelőtt nem volt szervezek keretek között működő triatlon egyesület klub, és nagyon nehezen tudtam megoldani egyedül az edzéseimet, viszont most minden lehetőség adott arra, hogy hogy, 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 sikeresen tudjunk készülni, úgyhogy bízom benne, hogy meg lesz ennek is a gyümölcse. És amikor nagy, nem feltétlen a munka tölti az ideit Borankai Péternek, akkor hogy kell, kell képzelnünk, milyen hobbiaid, milyen időtöltéseid vannak? Hát nekem a, a hobbim a, a sport, tehát amikor pihenő van, akkor is aktív pihenés. Szeretek kirándulni, túrázgatni. Most, most, igazából az az elképzelés, hogy, a, hogy a, 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 sport mellett kicsit több vasat lógatok a tűzbe, és, és már az, azokat a dolgokat is építem, hogy mi van, ha egyszer csak letiszem a lantot és, és próbálok majd uh, itt is a, a sportterületén mozogni, kicsit a szakmámban is maradni, mármint a, a szociális uh, munkásként uh, tevékenykedni. Ugye én a szociális munkás szakon végeztem Szegedem, de hát építem a kapcsolataimat arra vonatkozóan, hogy mi lesz, hogyha uh, már nem tudok uh, Tókióban gondolkozni, egyelőre tudok, és ez egy nagyon jó uh, motivációt ad, hogy igen, még van fejlődési lehetőség, még van öröm, még okoz ez a sportág számomra örömet, még van helyem az élsportban, úgyhogy addig, addig biztos, hogy fogom tudni csinálni. Természetesen emellett ugyanúgy, amikor hívnak, megyek és dolgozok a, a különböző szervezetekkel azon, hogy hogy minél inkább megmutassuk a gyerekeknek a mai utánpótlásnak azt, hogy milyen fogyatékosként is teljes életet élni, vagy így is sikereket elérni.